Здравствуйте, товарищ. Barátaim, eltársaim. Fontos bejelenteni valóm van. Ugyanis pénteken befejeződnek a gyűlések. És mi azt az egyszerű kommunista módszert alkalmazzuk, emberről emberre fogunk haladni. Meglátogatunk mindenkit, nem szabad megfeledkezni senkiről. Szóval most a nézőimnek üzenem, hogy bármikor el fogunk hozzájuk látogatni, és akihez átmegyünk, annak kötelessége 2 liter kannás bort adni, meg 3 doboz cigit, és akkor boldogak leszünk, mert a kannás bor az Magyarországnak a felszabadítója. Nem feledkezhetünk meg ezekről a tényekről sem. Meg hát ugyanis nem vagyok megelégedve azzal, hogy a Karácsony Gergely meg a többi balliberális part és él a társadalomban. Ez a társadalom olyan betegségeket okoz, olyan társadalmi összeomláshoz vezethet, mit például nézzük meg Nyugat-Európában. Ott is mi van? 4 éves gyerekeket. 4 éves gyerekeket a óvodába kivisznek a Pride-ra. És nézne, hogy a buzik rázzák a retkes faszukat. Azt kell nézniük, úgyibár. Meg hát aztán mondják, hogy Magyarországon nagy szegénység van, meg hogy mindenről az Orbán tehet. A lófaszt. Hát most nézzük meg, mi a faszért gondoljátok, hogy lehet itt bármi is. Mikor kint a gyerekek a zsömlével fociznak kint az utcán. Még benézek, bazd meg, a kukákba, és tonna számra van benne a sok kaja. Tésütemények, mindenféle. Én régen egy csöves voltam. Ma egy dühös csöves vagyok. Egy igazi forradalmár csöves vagyok. Értitek? Tehát ma elkezdünk egy forradalmat, elvtársaim. Egy olyan forradalmat, amely felszabadít titeket. Amely kiszedi a kukákból a táplálékot. És szétosztja a csövesek között, és a csórók között. És akkor így jön meg a csöves forradalom. Tehát beszeretném jelenteni, hogy forradalmat indítottunk. Ezt a forradalmat mi kezdtük el, és mi is fogjuk megvédeni. Das vidanya. La revedere.